Sziasztok! Attila vagyok Isten királyságából, és ma fogok nektek egy kicsit segíteni a szellemi harcban, mint én magam is, aki tanulmányozom a Bibliát, én magam is tanuló vagyok, és egy-két dologra szeretném felhívni a figyelmeteket. Tudjátok, szerintem nagyon sokan tudjátok, hogy kicsit olyasmi az érzés a levegőben, mintha az utolsó napokat élnénk, de van egy jó hírem, ugye tudjátok, hogy mindenféle ilyen kontroll megy már a világban, mintha próbálná a sátán, az ellenség fölállítani az ő kis birodalmát, ezt az antikrisztusi egységes világrendszert, és amúgy nincs olyan nap alatt, erről fogunk ma beszélni, és van egy emberke, aki már az urnában, ő a Win Wörli, aki nekem is nagyon sokat segít a tanításai által a szellemi csatában, és elkezdtük alkalmazni többen tanítványok, és úgy néz ki, hogy vannak már pozitív visszajelzések. A lényeg ez a úgynevezett kötés és oldás. Most nem fogok belemenni a részletekbe azért, mert ha az Isten megsegít, akkor hamarosan meg fogom csinálni neki egy tanításának a szinkronizációját, és magyar nyelven is elérhető lesz. Tehát, hogy hogyan kötözzük meg az ördögnek a szellemiségeit, illetve hogyan oldozzuk ki az adott szituációban Istennek a légióit, az angyalokat, akik amúgy szolgáló szellemek azok számára, akik öröklik az üdvösséget, és meg lehet kérni az atyát, az atya Istent, ugye, a vagy menje édesapánkat az Úr Jézus nevében, hogy küldje ki, vagy eresse ki, vagy oldozza el az ő harcos angyalait, és azokat a dolgokat, amiket a Bibliában látunk, az Ószövetségben például harcokat Izrael és az ő ellenségei között, ugyanez vonatkozik a szellemvilágban is. Ugye tudjátok, az Új Szövetségben nem emberek ellen harcolunk, tehát nem test és vér ellen van a mi tusakodásunk, az Efézusi Levél 6. rész 12. szerint, hanem mindenféle szellemi fejedelemségek, hatalmasságok, trónusok, Világuralkodók, és így tovább. Tehát ezek szellemi uralkodók, ugye a sátán, ő most a második égben uralkodik az ő kis felépített rendszerével. És ugye az a végidőben neki az a célja, hogy fölépítsen egy egységes világrendszert, és maga alá begyűri az embereket, és akkor csinál egy ilyen klónozást, hogy nem Isten fogják imádni, meg nem az ő, tehát nem az Isten alá fognak bemenni az emberek, hanem a sátán alá. Tehát ezt akarja ugye elérni. Na most az Ószövetségben is már elmondja, talán pont ezért kielni, hogy ha van egy profécia, úgyis ugye tudjuk, hogy a jelenések könyve tele van proféciával, meg Dániel könyve, ha van egy profécia, és az emberek megtérnek, akkor ugye Isten ki tudja bővíteni, tehát elhalasztja azt az adott ítéletet, mondjuk egy másik korszakra. Ilyen például, amikor Ninive megtért, akkor Isten nem zúdította rá a Jónásnak a proféciáját, de tudjuk, hogy száz évvel, ha jól tudom, később mégiscsak elpusztult Ninive. Tehát van egy ilyen logikája Istennek, hogy ha van egy megtérés, ez a kret, kettő kronikában is elolvasható, ugye ha van egy megtérés, akkor Isten elhalasztja az ítéletet és meggyógyítja az emberek országát. És nagyon fontos, hogy a szellemi harc az ugye arról szól, hogy mi magunkat Isten szerint kezdjük el beállítani az ő hadi rendjébe, és a jó hír az, hogy bárki, aki Krisztusban van, és egy új teremtés, és már a mennyből valók vagytok, nektek az a jó hír, hogy hatalmat kaptunk ugye Krisztusban, a, a kígyókon és korpiókon, taposni és az ellenség minden seregén, és mi parancsolhatunk az Úr Jézus Krisztusnak a nevében, akár megkötözni a démoni dolgokat, ez lehet privát életekben is, de lehet területek fölött, akár pedig rájuk küldeni az Istennek a harcos szellemeit, harcos angyalait, jó? Akik amúgy szolgáló szellemek, mondom, a mi érdekünkben, akik örököljük az üdvösséget. És természetesen az a cél mindig, ugye, hogy Jézus megdicsőjön, és hogy az emberek meg tudjanak térni. Tehát körülbelül ennyi lenne a bevezető, és most szeretnék rátérni nektek arra, hogy hogyan kell Bibliát olvasni ilyen szellemi harcos módon. Most itt bekötöttem a telefonomat a számítógépre, és fogjátok követni, ahogy én is olvasom, ez amúgy a, a MySWord nevű szoftver, ez egy Androidos telefon, de ha bá van bármilyen telefonotok, ahol van uh, ilyen uh, biblia tanulmányozó szoftver, um, akkor ezt majd ti is kövessétek velem együtt, vagy uh, ha nincs más, akkor egy nyers Bibliátok, és olvassuk el. A Károlyból fogom olvasni, de majd át fogok térni az angol King James-re, mert az be van számozva úgynevezett Strong's konkordanciával, és minden egyes Héber szónak ott van a, a beszámozott szótári megfelelője, és a szótárban meg fogjuk nézni a jelentéseket, mert ez fontos lesz a szellemi harcozó. Most ezzel is tanítalak benneteket, segítelek, hogy körülbelül hogyan kell Bibliát tanulmányozni egy szellemi harcoz. Ugye Isten azt is parancsolja, hogy szeresd az uradat teljes elmédből, tehát amikor te imádkozol, akkor fontos, hogy ő nyilván a Szent Szellem vezessen, de legyen logikus az imád, tehát is ésszerű, igeszerű, ugye a logikus azt jelenti, hogy, hogy logosz-szerű, vagyis Isten igényére reagáló a te imádságod. Tehát Isten szerint lehet imádkozni, és hogyha te intelligensen imádkozol, akkor azt az Isten nagyra becsüli. Jó? De legyetek olyanok, mint a béreajak, tehát mindent teszteljetek le, amit mondok, és az a lényeg, hogy most együtt fogjuk tanulmányozni ezt az úgynevezett Bábel tornyos részt, ugye a Teremtés könyve vagy egy Mózes 11. részből. Tehát föl is olvasom, és aztán áttérünk az angolra, és az angolból pedig meg fogjuk nézni a szótári alakokat, és veletek együtt fogjuk a, ezt a világegységet tehát imába, hogy megmutatom, hogy hogy kell, és aztán arra kérlek, hogy ti csináljátok majd. Ha pedig még nem tértetek meg, akkor ugye bánjátok meg a bűneiteket, ismerjétek fel, hogy gonoszok vagytok, rosszak vagytok, semmi jó nincsen bennetek, és be tudtok jönni ebbe az imaharzba, hogyha megalázzátok magatokat, megtértek, bemerítkeztek az Úr Jézus Krisztusba, és akkor leteszitek az életeteket, meghaltok magatoknak, és átadjátok az irányítást ugye Krisztusnak, és akkor ti is már az isteni hadrendbe lesztek berakva, betéve. Jó, annyi kérésem lenne, hogyha a nő nézi ezt a videót, akkor takarja el a haját, vegyen föl valami fejkendőt, ez egy szellemi csatai rész, az angyalok miatt, ezt írja Pálapostól az első Korintus 11-ben. Tehát ha asszonyként te szellemi tevékenységet folytatsz, akár profétálsz, akár imádkozol, vagy ilyesmi, akkor hatalmi jelet kell hordjál az angyalok miatt. Tehát most bemegyünk egy szellemi háborúba, jó? Tehát ez nem játék, itt, itt egy információs háború van, az Isten az igazság oldalán, a sátán pedig ugye a megtévesztés oldalán harcol, és próbálja ugye, megtéveszteni az egész világrendszert. Ezt mondja a jelenések könyvében, hogy elhitette az egész világot. Tehát nagyon fontos, hogy gyertek át a hazugságból az igazságba. Imádkozzátok azt, hogy az Isten szabadítson minden hazugságtól, amiben hittetek, és akkor ti is be tudtok állni ebbe a háborúba. Ha pedig már az Úr Jézus követői, tanítványai vagytok, akkor halleluja, örömmel köszöntelek benneteket, és bátorítsuk, támogassuk egymást, jó? Az ima harcban, mert nekünk lehetőségünk van belenyúlni a szellemvilágba, ezt már egyik videómban el is mondtam. No, tehát így szól a Teremtés könyve, vagy egy Mózes 11. rész, amikor is ugye Fölépítik azt a Bábel tornyot, na így olvassuk el, jó, hogy mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. És lőn, mikor kelet felől elindultak vala Sinár földjén, egy síkságot találtak ott, é, találtak, és ott letelepedének, ugye letelepedtek. És mondták egymásnak: gyertek, vessünk téglát, és égessük ki jól, és lőnnékik a téglak kőgyanánt, a szurok pedig ragasztó ugyanánt. És mondának, gyertek, építsünk magunknak a várost és tornyot, melynek a teteje az eget érje, és szerezzünk magunknak nevet, hogy elneszéledjünk az egész földnek színén. Ugye eddig az emberi rész, és most jön az isteni rész. Itt fogunk majd mi is benyúlni a szellemi háborúba, mert az istennek vagyunk a, a követői tanítványai. Az úr pedig leszállt, hogy lássa a várost, és a tornyot, melyet építettek, ugye építének vala, az emberek fiai. És, mondta az úr, íme, egy nép, e, e nép egy, és az egésznek egy a nyelve, és munkájának ez a kezdete is bizony, semmi sem gátolja, hogy végezne vigyenek mindent, amit elgondolnak magunkban. Nos, a szálljunk alá, és zavarjuk, ott össze a nyelvüket, hogy meg ne értsék egymás beszédét és elszéleszté őket az Úr az egész földnek színére is megszűnének építeni a várost. Ezért nevezjék annak nevét Bábelnek, mert ott zavará össze az Úr az egész földnek nyelvét, és onnan széleszté el őket az Úr az egész földnek színére. Na, tehát ez a Bábel tornya, és ugye látjátok, hogy az Isten hogyan avatkozott be ebbe az egész nagy, ilyen kontrollrendszeres, egységes világrendszerbe. Ugye tudjuk, hogy az egész nimrod ered, erről is van egy videóm Lukásszal, ha gondoljátok, majd keressétek ki a YouTube csatornámon, hogy mi is ez a Nimrod, aki nagy vadász az úr előtt, ez egy ilyen antikrisztusi szellem, aki egy hamis megváltást akar, és belép az Isten és az emberek közé. És ez a Nimrodi szellem, ez, ez, nagyon sok ilyen vallási rendszerben is benne van, ilyen szektákban, ahol ilyen Isten, úgy, tehát úgynevezett Isten emberei, amúgy nem Isten emberei, de ugye így hívják őket, hogy az Isten emberei közbelépnek Isten és az emberek közé. Tehát ez a Nimródi szellemiség, aki nagy vadász az Úr előtt, és levadásza a lelkeket Istenről. Jó? No, tehát azt látjuk, hogy mind az egész földnek pedig egy nyelve és egyféle beszéde volt. Most fogok áttérni a az angolra, de ez ne zavarjon titeket, maradjatok így a magyarba, ha gondoljátok. Aki tud angolul, annak egy kicsit előny, ha nem, akkor elnézést kérek, de majd segítek. De vannak azt hiszem már olyan magyar szoftverek is, ahol magyarból tudtok rákatintani ilyen strong számokra, és akkor onnan ki tudjátok nézni a, az adott szónak a jelentését, és talán magyarul is vannak már ilyen szótárak. Tehát én most átmegyek a, az angolra, és itt látjátok, hogy vannak ilyen színezett számok, ugye H betű az azt jelenti, hogy Héber, és ott van mindegyik szó mögött egy szám. És amikor itt azt olvassuk, hogy, hogy az egész földnek egy a nyelve, akkor rákattintunk arra, hogy egy, ott van egy szám mögötte, hogy van, tehát one, és ott van mögött egy szám, és itt kiadja ugye, hogy ekhád. És ez az ekhád, ez ugyanaz, amikor a, a halt Izrael, az Úr, a Isten egy, úr, vagy amikor Ádám és Éva, hogy lesznek ketten egy testé, ez az egyhád, ez kicsit inkább ilyen ö, egység. Én úgy fordítanám le, de itt van ugye angolul, hogy egy, mindenki, bizonyos, ö, ugye, vagy az is, hogy csak, kizárólag. Ö, úgyhogy ezt láthatjuk, hogy ez az egy. Tehát ez egy nagyon egyszerű kutatás, visszamegyek a visszanyillal, így. Itt van az, hogy nyelv, tehát language, az a nyelv, és itt rákattintok, és kiadja azt a szót, hogy sáv, fáv, ha jól ejtem ki, vagy ugye Séfetnek is mondják, sáfá, és akkor itt vagy ajak, nyelv, beszéd, ugye tengerpart, oldal, határ, ugye korlát, esetleg megkötözés. Na és itt lesz érdekes, majd ez a, ugye a binding, ez a megkötözés, ez lesz egy érdekes, mert ezek egy nyelvet beszélnek, és egy dologba vesznek részt. És ha átmegyünk a másik szóra, hogy speech, ez a legutolsó szó a mondatban, tehát a H1697, azt fogjátok látni, hogy ez a "dabár" nevű szó, ez a speech, ugye ez azt jelenti, hogy, hogy beszéd, szó, beszélés, valamilyen dolog, de ha megnézitek a D pontban, és ide teszem az ujjam, hogy talán látjátok, igen, így látjátok, szuper. Ugye ott vagy business, ami azt jelenti, vagy occupation, azt jelenti, hogy üzlet vagy elfoglaltság. Ugye cselekedetek, ügy, eset, valami, ugye dolog. Tehát tehát ez nem csak azt jelenti, hogy egy volt a beszédük, ez azt is jelenti, hogy a, 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 bizniszük egy volt, jó? Tehát egy dologban foglalták le magukat. Tehát te, ez ilyen világegység, látjátok? És egy a nyelvük, de egy az ügyük. És akkor ugye az van, hogy eljöttek erre a sinár helyére, és akkor itt meg tudom mutatni a térkép, hogy ez a sinár, ez hol van. Ugye látjátok itt, hogy Babil, meg Bagdad, és akkor itt látjátok, ha most kicsit összép húzom, Látjátok, Irakban vagyunk, ugye itt van lent Kuwait, a tenger, ha kicsit ide megyünk, akkor ha, ha akarja, akkor igen, itt van ugye a Mediterrán, tehát a földközi tenger, Szíria, és itt van Izrael, talán látszik a, most oda tettem a kezem, ugye, de itt van Medo Mezopotámiában ez a Sínár, és ha jól emlékszem, de rá erre a szóra, hogy Sínár, tehát ez a H8152, kiadja, hogy itt van a BDB definíció. Sinár azt jelenti, hogy itt van. Látjátok, ugye? Tehát a két folyónak az országa, ez azt jelenti. Tehát a Sinár, és akkor itt van Káldaja, majd Babilónia, ugye ez az a terület. Oké. Okay. Tehát itt letelepedtek, és ott laktak, azt mondja. És a hármas versben azt olvasok, hogy ugye azt mondták egymásnak, hogy gyerünk, csináljunk, téglát égessük ki teljesen, és ugye volt nekik téglájuk, kőként és nem tudom mi, slime, ugye ez azt hiszem szurok volt, ha jól tudom, igen, ugye, tehát ragasztóanyagként. És akkor azt mondja, hogy gyertek, építsünk egy város. Na most érdekes ez, ez a, a, város, az a City angolul, ez a h 5892, jó, de rákattintunk, és ki fogja adni, hogy ír, ár vagy ájár, ugye héberül, és azt jelenti, hogy az excitement, ugye azt jelenti, hogy izgalom vagy felizgulás, és az engvis pedig azt jelenti, hogy ilyen tehát szorongás vagy félelem, és azt mondja, hogy a terrortól. És ez a város nagyon érdekes, hogy az egyes pont az azt jelenti, hogy felizgulás vagy kicsit ilyen, hogy mondjam, megrettenés, de a, a második pontban ugye ott van, hogy város. Tehát a city az nagyváros, a az kisváros. Oké, okay? és egy olyan hely, ahol fölébrednek. És ha visszamegyünk, igen, ennek a városnak van még egy érdekes jelentése, majd mindjárt a tornyot is megnézzük, az is érdekes. Tehát a város, itt én most a strongba vagyok, de itt rá fogok kattintani, és van egy másik szótár, az a neve, hogy AHLB, és itt kiadja, hogy milyen betűkből van az eredeti régi írásban, és itt láttok mindenféle fura karaktereket, ugye ott van a kis mutató fölött, ilyen érdekes hieroglifák, és itt van az, hogy, hogy azt is jelenti, hogy sötét, és azt is jelenti, hogy város. És ez a piktográf, tehát ez a képes írás, ez egy kötél, ami a sötétségnek egy kibővített jelentése, oké? Okay? És itt látjátok ezt az ember fejet, ez pedig egy embernek a jelentése, és ha kettőt összekombináljuk, azt jelenti, hogy sötét ember, vagy egy enemi. Egy, egy enemy, igen, bocsánat, azt angolul mondtam, tehát egy, egy ellenség és tehát látjátok, hogy a város abból a szóból ered, tehát a képírásban, hogy sötét ember. Ugye ez a, amúgy a, a Nimród is, ha jól tudom, egy, egy tehát most talán fekete bőrű ember volt, de a, most a, a szellemi értelemben is, ha veszitek, hát sötét, elsötétült ember. Jó, ö, most itt még tovább lehetne menni, van rengeteg jelentése, de itt van, látjátok, hogy város és sötét, azt is jelenti, hogy vak, érdekes a, az, a, szemnek a megsötétedése itt aláhúztam, ugye vakság, és így tovább vagy erdő, sötét hely. Tehát érdekes dolgokat ki lehet hozni ezekből a régi szavakból. Tehát ez a város, egy ilyen felizgulás vagy a félelemtől való rettegés. Tehát építettek egy várost a rettegés miatt, és azt mondja, hogy és legyen ugye egy tornyunk, itt van hogy tower, itt mutatom a kezemmel, és ennek a szónak, hogy 4026-os ez a számozása, itt van, hogy migdál, és most egy nagyon nagy döbbenetre fogunk rájönni. Ugye az elsődleges is, hogy, hogy torony, itt van torony, ezt látjátok. A második az azt jelenti, hogy, hogy fölemelt ilyen színpad. És most jön az, ami igazából az egész istentisztelite rendszert visszavezeti Bábelhez, és én ezért szoktam más videóban is. Ez nekem is most ilyen megdöbbenés volt, mert kicsit előre tanulmányoztam, de itt volt pulpitus. Tehát egy emelvény. És ezt a pulpitus szépen bevitték a gyülekezetekbe, a keresztény vallásban, meg a templom tornyok, ugye ott van a harangozó kis torony. Itt van még egy ilyen, hogy valamilyen magasított tágy. Ha jól tudom, ez azért, mert a, a piramisoknál igen, itt van a másik szótárból, hogy, hogy a piramisszerű virágágyás. Oké, okay? de itt van megint csak virág, pulpitus, torony, kastély. Érdekes. Tehát ez mind jelenti az a szó, hogy még dál, ami úgy, hogy építenek egy tornyot, és ugye tudjátok, ez egy cikkurát volt. Tehát ilyen ősi, piramisszerű templom, ilyen vallási, rítusos központ. És akkor azt mondták, hogy, hogy ennek a tetejével érjünk el ugye a mennyig, és akkor szerezzünk önmagunknak egy nevet, ugye erről szól minden vallás, hogy vannak ilyen vallási vezetők, kitalálnak egy nevet a vallásnak, vagy a keresztény felekezetnek, és magunknak szerezzünk egy nevet, ugye nem Istennek, hanem magunknak, pedig a mi atyánkban úgy vagy a, a jöjön -e, hogy van, hogy mi ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Tehát az egész ugye Istenről kéne, hogy szóljon, de itt szerezzünk magunknak nevet. És erről szól ez a mai istentelen korszak is, hogy az emberek maguknak szereznek nevet, ugye? És ö, tehát Isten kizárják, és Isten nélkül akarnak egységet csinálni. Pedig a János 17 szerint az Úr Jézus csinál egységet azáltal, hogy az emberek ugye megtérnek, és odaadja az igét nekik, és az ige által, az Istennek a beszéde által beköti Jézus őket ugye az atyához és Jézushoz, és együtt lesznek egységé az ige szerint. Ugye ja, szented meg őket az igé, de a te igé igazság. Tehát van egy Isten szerinti egység, de itt van egy hamis egység, ami a sátáni egység, ilyen emberi egység, ö, és az embereket dicsőít. És itt van, hogy azért mondja, hogy el ne, ö, hogy mondjam, szóródjunk, ugye el ne szóródjunk. Most valami rátugrott nekem. Igen, visszajöttünk. Tehát azt mondja, hogy el ne szóródjunk a, a világban, ugye a föld színén. Igen, megvan tehát a négyes vers. És itt jön az ötös, ötös vers, és az Úr, ugye az Úr itt, ugye az a Jehova, azt jelenti, hogy a, a létező, tehát a, az örök létező, vagy örökké való, ugye a zsidók így is nevezik, hogy az örökké való, azt mondta, hogy íme az emberek, emberiség, ugye egy, megint ez az Ekád, de nem Istenben egyek, hanem úgy önmaguk külön és egy nyelvezetük van, ugye is elkezdték cselekedni a dolgaikat, és most nincs semmi, ami, amit vissza lehetne tőlük tartani, itt van ez a restrain, szó, ez a visszatartás, megnézzük a Héberben. Na, valamiért nem engedi, de mindjárt megnézzük. Kis türelmet kérek, itt van a Restrain. Na most tengeri köszönöm ura. Tehát itt van ez a bátszár, vagy bátsár? Bátszár? Igen, ez a Héber szó. És azt jelenti, hogy összegyűjteni, vagy visszatartani, kerítést állítani, megerősíteni, ugye ilyen, tehát erődítmény. Elérhetetlenné tenni, vagy bezárni. Tehát nincs semmi elzárva előlük, oké? Okay? Itt vannak titkok, misztériumok. Jó, tehát itt már kicsit bejön az okkultizmus, hogy nincs semmi okkult dolog, ami ne lenne neki kerélhető. Jó, ö, nincs semmi elzárva tőlük, amit elképzeltek, hogy megcselekedjenek. És itt van ez az elképzelés, ez a zamám. van egy gondolatuk, ö, eltervezik, gondolkodnak rajta, céljuk van. Oké, okay. vagy itt van egy ilyen, hogy például csinálnak egy, egy gonosz tervet, egy gonosz elképzelést. Itt ez a plot, hogy egy gonosz tervet csinálnak. És itt már be is léptünk a vizualizáció okkultizmusába, ugye, hogy elképzelték a dolgokat. Na és most jön a szellemi harcnak egy érdekessége, hogy az Isten azt mondja, hogy menjünk, menjünk lefelé, és itt van ez a szó, hogy down, és itt van mögötte, hogy H, 3381. Járád, azt jelenti, hogy lemenni, alászállni, ugye lefelé masírozni, vagy elsüllyedni. ez is egy érdekes szó és akkor tovább lehetne nézni, ugye, hogy tehát ilyen imádatként leborulni, ez a prostét, és így tovább, vagy le, lemenni, így leszedni dolgokat. És itt, 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 bejön az a dolog, hogy Isten nyelvezete az az egész Bibliában egy nagyon összefüggő dolog, tehát emberi ilyenre képtelen, mert a Filippi 2-ben ugyanezt csinálja az Úr Jézus, ezt mondja a Pápostól, hogy ugye Isten létére ő, ő lejön a földre, mint egy rabszolga, emberi formát vesz föl, és és azt mondja, hogy engedelmeskedik a halálig, a kereszthalálig. És ugye tudjuk, hogy, hogy a másik levélben Pál azt mondja, hogy Jézus az bűné is lett, és ezért az Isten fölmagasztalta Jézus. Tehát itt azt látjátok, hogy ez a bábeli emberi építkezésre Istennek az a válasz, hogy, hogy ilyen lefelé, hogy süllyedjünk lefelé, menjünk lefelé. És Isten is úgy döntötte meg a sátának a világbirodalmát 2000 éve, hogy Jézus lefelé jött, lesüllyedt, és alázatos lett, ugye, és engedelmeskedett. Ő azt mondta, hogy a királyok azok fő de az emberfia pedig azért jött, hogy szolgáljon. És ezáltal az alázat által tudta megsemmisíteni sátánnak a bűn hatalmát, az átkait, a gólgotai kereszen, amikor úgymond szanaszét ütötték, verték, klofolták, ostorozták, tövis a fejébe, beleboxoltak az arcába, megtéték a szakállát, stb. És Jézus megalázta magát, azt mondja, hogy menjünk lefelé. Tehát az Isten hogyan győzi le a sátán birodalmát, úgy, hogy menjünk lefelé. És itt hangsúlyoznám ki, drága nézők, hogy a szellemi harcnak a legfontosabb kulcsa az alázat. Rengeteg keresztény szolgálóval, meg mindenféle vallásban, hogy így törtetnek, meg elnevezik magukat, meg minden, és maguk akarnak jók lenni. Nekem is volt egy ilyen szolgálati személyiségi zavarom, erről is beszéltem. Ő, hogy fölfelé akar menni az ember, elismerte akar lenni, de Isten pedig azt mondja, hogy menjünk lefelé. A sátán birodalmát te csak is úgy tudod legyőzni, ha megalázod magad is, lefelé mész, és elutasítod a saját akaratodat, a saját elképzeléseidet, meghalsz magadnak, leteszed az okoskodást. Tehát menjünk lefelé. És azt mondja, hogy zavarjuk össze. Ez a confound szó az angolban, ez a H1101-es, de rákattintunk, ez a bálál, ez a héberben a bálál, itt jelenti, hogy összekutyulni, ugye összekeverni, összezavarni, jó, tehát szétzilálni, és akkor itt van, hogy, hogy, hogy szét kell zavarni. Érdekes a hármasnál a jelentés, hogy, hogy, élelmezni, vagy etetni állatokat. Na ez nagyon érdekes a héber nyelv, hogy hogy lehet az, hogy, hogy állatokat élelmezni, és ez ugyanaz, mint hogy összezavarni. Most ugye azzal, hogy Jézus lejött a földre, Isten igéje, testé lett, igaz? És elkezdte megetetni az embereket a mennyei mannával, az igazi mennyei mannával, a saját magával. Ezáltal az embereket elkezdte fölébreszteni a, a halál árnyék a völgyéből. Ugye a pogányok galileája, a nép, amely sötétségben ült, ugye, és akkor, hogy halálban ült, és nagy világosságot látott, és Jézus az Isten lefelé szállva jön és megeteti az embereket, és a te lelkedet is megeteti, téged is betölt az Úr. Meg van írva, hogy, hogy a Szent Szellem és az Istennek a mennyasszonya azt mondja, hogy jöjj, aki szomjazik, az jöjjön, vegye az életvizét ingyen. És aki eszik, én belőlem, mondja Jézus, az soha meg nem szomjazik, meg meg nem éhezik. Tehát Isten betölt téged a szükségeidet, a, a szellemi, a lelki szükségeidet de a fizikait is minden betölt. Máté 33, az Isten országát keresd, és akkor minden megadatik neked, amire szükséged van, jobban öltöztet, mint Salamon király. Tehát itt van, hogy megetet, de ott van az, hogy közben a sátán szét itt van, hogy, hogy, összezavarja. És a szellemi harcban majd rá fogjuk ereszteni a világkontroll szellemeire a zűrzavar szellemét. A, a, a kontrollra rázavarjuk a lázadás szellemét, a, a az egység, egységes nyelvezetre rázódítjuk az űrzavart, és rázódítjuk a kommunikációs blokkát szellemeit Istentől. Ugye tudjátok, hogy amikor Egyiptomból kijött Izrael, és átmentek a vörös tengeren, akkor Isten ellenszéllel, illetve mocsára lakadályozta az egyiptomi szekereknek a kerekét, és kérhetjük az Istent most a szellemvilágban, hogy menje édes atyám az Úr Jézus nevében, most kieresztjük a hátráltatás szellemeit, az egységes világrendszere és az egyiptomi szekereket most megállítja Jézus nevében. És küldünk ellenszelet rájuk. Oké? És itt van, hogy kérjük az alázat szellemét, itt van, hogy menjünk lefelé, kérjük az alázat szellemeit a politikusokra Jézus nevében, az engedelmesség szellemét, ugye tudjátok, ott van az 51. Zsoltárban, hogy támogass az engedelmesség, és nem lelkével, hanem szellemével. Tehát kérhetjük az Istent, hogy eresse rá a politikusokra az engedelmesség szellemét, vagy hogyha van egy házastársad, vagy bárki, aki elment az úr mellő, hogy atyám küld ki rá az engedelmesség szellemét, az Istenfélelem szellemét, az alázat, a szelítség szellemét, a megelégedés és a csendesség szellemét, a bölcsesség szellemét, aki előtt küld ki az Istenfélelem szellemét, hiszen az Istenfélelem, Ugye az a bölcsesség kezdete? Tehát küldjük király Jézus nevében, atyám, ezeket a, a szellemeket, ezeket az angyalokat szolgáló szellemeket. És igen, vannak Istennek tiszta szellemei, nem csak egy darab szent szellem, hanem vannak az angyalok, ők is tiszta szellemek, akik szolgáló szellemek. És azt mondja a zsidó levélben, hogy az angyalait Isten szelekké teszi, de a széle és a szellem apneuma ugyanaz. Tehát szolgáló szellemeket kiküldhetjük a, a az Úr Jézus nevében az atyától, hiszen Jézus is mondta a gecsemánéban, hogy nem kéretném meg az atyát, hogy, hogy ide most több, akár több ezer légiónyi angyalt is. Ugye, tehát lehetne kérni? Csak ott az volt a terv, hogy Jézus fölmegy a keresztre és elárulják, jó? Tehát ott nem annak volt az ideje. De most kérhetjük az Istent, hogy az, az angyali légiókat, ugye Izrael harci szekerei emlékeztek, amikor az Elizeusnak a szolgája megrémült, hogy körbevették a várost, és akkor el fogunk pusztulni. És akkor szólt az Elizeus az Istennek, hogy Istenem, nyisd már ki ennek a, az inasnak a szemét, hogy lásson, és akkor fölébredt, és te jó ég, itt vannak Izrael tüzes harci szekerei, és többen vannak velünk, mint ővelük. És ez ma is így van, és ezek az angyalok itt állomásoznak, és várják a parancsot Jézus nevében, hogy mire küldjük ki őket. Jó? Tehát kérhetjük az űrzavar szellemeit az egységes világvallásra, kérhetjük a médiára, ugye a TV-sokra meg mindenhova, hogy a hazugság szellemeit megkötözzük az Úr Jézus nevében, és küldje ki az Isten az igazmondás beszédét. És a hazugság szellemei viszont menjenek ki, és zavarják össze a kommunikációt az egységes világrendszerben. Oké, okay? hogy, hogy, hogy összezavarják a, a language, ugye a nyelvezet, és akkor ebbe itt van ez a binding, itt mutatom, meg a határaikat, jó, itt van ugye beszéd, ajak, de itt van az, hogy binding, ami azt jelenti, hogy, hogy a, a az okkultizmusban is vannak kötések, és ezeket zavarják szét. Ugye, amikor egységesen ezek a varázslók, meg mindenféle ilyen okkult személyek, ugye a John Ravideznek van egy videója, amikor kiküldték mindenféle betegséget, meg zűzavart az emberek, hogy ezeket a kötéseket most föloldozzuk Jézus nevében, meg amit a politikusok jósolnak hazugul, ezeket mind föloldozzuk az Úr Jézus nevében. Jó? Meg hogyha nincs bevakcinálza, meg fog halni, meg ha be vagy vakcinálza, meg fogsz halni. Tehát mind, mind a kettőt föloldozzuk a halász szellemének. Most ellene megyek Jézus nevében is, és, és ha te ezt nézed a videót, akkor meg van írva, hogy nem halok meg, hanem élek, és hirdetem az Úr nagy tetteit. Jó? És azt mondja, hogy megkötözzük, ugye a, a tehát szétzúzzuk ugye tehát összezavarjuk a nyelvezetet, jó, meg a kötéseiket, és azért, hogy ne értsék egymásnak a beszédét. És itt van ez az, szó, hogy, hogy értés, ez a sámá, ebből ered ugye a semá is, ami azt jelenti, hogy hallani. Ugye ismertek, hogy semá, Izrael, Adonai, Héno, Adonai, hát hogy hall, ugye Izrael, az urat a te Istened, az örökkéval, ugye egy úr. És itt van, semá, ez a semá, ez a hallani. Tehát az, hogy ne értsék, érdekes, hogy az értés és a hallás össze van kötve. Tehát, hogy, hogy ezek a démoni fejedelemségek kiküldik az információt a politikusoknak, meg a világvezetőinek, és hogy ezt ne értsék, ezért rá kell zúdítani a kommunikációs zűzavart a démoni világ és a vezetők közé. Tehát, hogy ne értsék, ne hallják a démoni, démoni vezetést. Tudjátok, hogy ez a Rockefeller meg ezek, ezek mind csak szolgái meg a... Bill meg ezek a nagyok, meg az Ursula von der Leyen, ezek mind csak, ugye a mammonon keresztül a mammon szolgálják, de ezen keresztül ugye ők a sátán szolgálják, és kéretjük, hogy az Isten angyalai zúzzák szét ezt a kommunikációs vonalat, és vágják el, Úgyhogy Jézus nevében most ki is mondom, legyen elvágva minden kommunikációs vonal, és legyen zűrzavar, és a hazugság szellemei zavarják össze ezeket a, a démoni információs vonalakat, és az Isten angyalai pedig kezdeményezek polgárháborút a sátán birodalmában, mert meg van írva, hogy ha a sátán országa meghasonlik, akkor nem marad fent. Tehát akkor Jézus nevében a lázadás szellemei, ugye amik ott vannak a tüntetéseken, ezek menjenek és zavarják össze a főhadiszállásokat a sátánnak a levegőbeli birodalmában, Jézus nevében. Ugye, és itt van a 9-esnél, hogy obey, obedient, azt jelenti, hogy engedelmeskedni. Tehát, hogy ne engedelmeskedjenek ezeknek a sátáni terveknek, jó? Hogy ne értsék egymás beszédét, és ne engedelmeskedjenek a sátáni ugye, agendának, vagy tehát ilyen nagy tervezetnek. És akkor itt van nyolcas vers, és az úr, ugye, elszélesztette őket onnan, az egész föld színére, és abba hagyták, itt van, abba hagyták a városnak az építését. Ugye? És tudjátok, hogy a, a vallásos szellemiségekre mondta Jézus azt, hogy íme az építők megvetették a sarokkövet. Itt van build, tehát ez a banach. Itt van építeni, újrafölépíteni, megerősíteni, és azt, tehát a folytatást előidézni. Jó, itt végig lehet menni a, a jelentéseken, de körülbelül ugyanaz. Oké, okay. és ezt... Ezt az építkezést most megdorgáljuk Jézus nevében, az építők szellemeit, ugye a szabadkőnveség is Babilonból ered, ezt megdorgáljuk Jézus nevében, és fölszabadítjuk a szabadkőnveseket, minél többekre ráküldjük az angyalok légióit, hogy atyám, szabadíts fel a szabadkőnveseket, az engedelmesség szellemével, az alázattal, az örökbefogadással, az agapéval, a, a szentség szellemeivel, a megértés szellemével, hogy az Isten igét megértsék az igazság szeretetének befogadásával Jézus nevében. Ö hogy ők is kijöjjenek, és a, a, sátánista körökben levő varázslók is Jézus nevében, Uram, zavard össze a varázslataikat, küld királyuk a te megértésedet, a bűnbánat szellemét, a megtérés rejét, Uram, az engedelmesség szellemét, nyisd föl az ő szemüket, és megkötözzük ezeket a démonokat bennük Jézus nevében, és az Isten angyalai menjenek és szabadítsák ki ezeket a foglyokat, mert az Úr Jézus azért jött, hogy szabadulást hirdessen a foglyoknak Jézus nevében. Halleluja! Tehát az Úr szétszélesztette őket. Na nézzük, van-e ilyen szavunk, hogy szétszéleszteni? ez a puc. Szétszéleszt, igen, diszpeszt, tehát szétszór, így van. De itt is van, hogy, hogy, folyik és túl csordul. De a, itt a legutolsó jelentés azt jelenti, hogy dirib darabokra törni, halleluja. És ez azért érdekes, mert Jézus azt mondta, hogy ha valaki ráesik a sarokkőre, az összezúzza magát dirib darabokra törik, úgyhogy most kérjük Jézus nevében, hogy ezek az építkezők legyenek a terveik szétszórva, és maguk az emberek essenek rá a sarokkőre Jézus nevében, és törjék magukat dirib darabokra, mert akkor ugye elveszítik az ő életüket, a tervüket, és megtalálják a Krisztusnak a tervét és az ő életüket Jézus nevében, Uram, én megáldom őket, hogy meg tudjanak hozzá térni, hiszen nem akarod, hogy ők elvesztenek, hanem hogy megtérjenek és éljenek. Jó. És itt vagy abba hagyták, itt mutatom, tehát abba hagyták, ez a szó, ez a hadál, és azt jelenti, hogy ugye megállni, megszűnni, és igen, tehát megszűnni, létezni, az is jelenti, ott hagyni, tehát hogy félbehagyni, ö, jó, vagy vég, vég, végezni, elhagyni van többféle jelentés, most csak néhányat emeltem ki, ami én magam is ismerek angolul. De itt látjátok, hogy leállni. És Jézus nevében mi is küldhetjük ezeket a légiónyi angyalokat. Ugye nyilván fontos, hogy nem angyalokhoz imádkozunk, és nem angyalokat imádunk. Ugye Istenhez, az atyához imádkozunk, őt kérjük, őt imádjuk. De az Úr Jézus nevében igenis kérhetjük az atyát, hogy küldjön ki ilyen légió, egy légió, kb. 6000 angyal, de Istennél milliónyi angyalok vannak, tehát nem kell fukarnak lennünk, hogy Isten csak egy-két légiót küldjön ki. Nem, küldjön ki minél többet, <laughs> hogy leállítsák ezt az építkezést. Jézus nevében megállítom ezt a Great Resetet, megállítjuk ezt a, ezt a újraindítást, a Klaus Schwab féle nagy újraindítást megállítjuk Jézus nevében. Ugye az egészet azért csinálják a gazdagok, ugye tudjátok, hogy van egy ilyen mondásuk, hogy hogy nem lesz semmit, és boldog leszel, és közben ugye minden majd tőlünk fogtok bérelni, tehát ez a nagy, ugye a egységes világgazdasági fórumnak ez a nagy agendája, és itt van a, megint, hogy, hogy, leáll, ott hagyták a városépítését, és itt van, hogy City megint, ugye ez a, ez a félelem tehát a, vagy fölizgulás, illetve ugye, tehát ő, szorongás a terrortól, Oké, okay, és a gazdagok, ugye ne, a gazdagok ugye nem tudnak megtérni, ezért mibe tudnak bízni, csak a mammonban, igaz? És ezért fölállítják ezt a világgazdasági fórumot, hogy majd egységes izé lesz, és akkor a kis emberek, ugye mint a Matrixban ezek az elemek, ha láttátok a Matrixot, hogy be vannak kötve a virtuális világba, és a robotok elemekként használják ezeket az élő babákat, és hogy ezt akarja a mai Matrix is, hogy te csak rabszolgaként dolgozzál, és a gazdagok meg belőled élnek, hiszen itt vagyok, félnek attól, hogyha a létbizonytalanságtól a gazdag ember a legszegényebb a világon, hiszen fél. Ő a, a vagyomba bízik, de Jézus megmondta, hogy az ember életét nem a vagyona tartja meg. És a bolond gazdagnak is kikérték az ő lelkét, és meghalt, és mindene oda veszett, hiába épített csúr, csűröket magának, csűrcsavart, ugye? Na, de értitek. És azt mondja, hogy, hogy leállították ezt a ezt a védekező város építkezését. Halleluja! És ezeket, itt látjátok a héber szavakat, és ezeket ki lehet küldeni, ki lehet intelligens imával kérni az Atya Istentől Jézus Krisztusnak a nevében, és neki menni a szellemvilágnak. És 9-es versben azt mondja, hogy ezért a neve ennek ugye úgy neveztetik, hogy Bábel, mert az Úr itt zavarta össze a nyelvezetét az egész földnek, és innen Szélesztette szét ugye az Úr a Föld színére ugye őket. Tehát nagyon fontos, hogy kérjük ezt a zűrzavart, erre az egész. Mondok egy példát, vannak ilyen statisztikai számítógépek, küldjétek ki rájuk a zűrzavar szellemét, és a, ezt az a neve angolul, hogy boys, tehát ez a, tehát még egyszer boys, ezek olyan démonok, akik a, a technikát zavarják össze és küldjétek rájuk a boly szelemeket, az űrzavarást, ezek a statisztikák ne tudjanak működni, a kém szoftverek meg az ilyen agyadgyűjtő szoftverek, jó, zavarják össze, küldjük ki ugye a hazugság démonait, hogy a, a démoni láncokat, tehát ilyen kommunikációs vonalakat szétszedjék, küldjük ki az igazság angyalait a médiába, hogy ne tudjon az a riporter hazudni, ugye erre van példa, amikor a bálák megkérte bálámot, hogy Átkozza meg Izraelt, akkor nem tudta, hanem csak ráadást tudott kimondani. Tehát, hogy ne tudjanak többé ilyen félelmet gerjeszteni a médiában, hanem küldjük ki rájuk az igazmondás angyalait, ezekre a politikusokra, illetve a médiában beszélő emberekre. Értitek? De ez fontos, hogy csinálni kell, kötni kell és oldozni, megkötözni a hazugság szellemét ezekben a riporterekben, meg politikusokban, és kiküldeni rájuk az igazmondás szellemét, az alázatot, a szeretetet, az Istenfélelmet, a szentséget. Jó. És és ennek van eredménye, meg lehet állítani az illuminátusoknak a munkáját. Erről is beszél Verli, hogy a démonok siránkoztak, hogy több tíz éve vissza hátrátattátok az illuminátus munkáját azáltal, hogy, hogy szétromboltátok a fölépített rendszerét a sátánnak. Úgyhogy ez fontos, hogy ennek neki lehet menni. Jó? Tehát ez lenne a bábel, és tökéletes, hogy a bábel az az úrtól van. Tehát az úr zavarta őket össze. Hát eredetileg ő nem, ez nem bábeltorony volt, hanem egy olyan torony, hogy szerezzünk magunknak nevet. Tehát az ilyen önzés tornya, az emberi imádat temploma. Jó? És ez zúdítja szét az úr, amikor leszáll a lázat, ugye Krisztus, Istenből ember lesz, emberből szolga lesz, szolgabó bűn lesz, igaz? És ezért győzte le a sátánt, a halált, az átkokat. És ezért tudtunk mi is megtérni, és kijönni, és most már új szövetség van. Halleluja! <laughs> Úgyhogy Kövessük az Istent, látjátok, ő hogy csinálta, és tessék, mint Krisztus tanítványai, ezeket gyakorolni. És még egyszer ezzel bátorítalak, hogy, hogy kaptok hatalmat, hogy kígyokon és korpiókon tapossatok, mert mi a harmadik égben vagyunk, ők a második égben vannak. Hogyha te Krisztusban vagy, te a harmadik égben vagy, vele együtt föltámasztva és ültetve, ugye Krisztus az atya jobbjára, és a mennyeiek világába vagytok ültetve, és onnan a győzelemből tudtok parancsolni a szellemvilágba, amit megköttük a földön, kötve lesz a mennyben, amit megoldunk a földön, vagy eleresztünk a földön, el lesz ereszve a mennyben, vagy a mennyeiekben, jó? Úgyhogy köszönöm szépen, hogy meghallgattatok, körülbelül érthetitek a lényeget, és ha még van kérdés, akkor ugye az atyával ezt beszéltek meg az Istennel, ha még nem tértél meg, térjé meg merítkezve, bán meg a bűneidet, fogadd el az ő áldozatát, és nem emberi, jóságból fogsz te üdvözülni, hanem azért, mert beismerted, hogy gonosz vagy, és semmi jó nincs a te testedben, és minden igazságod mint a szennyes ruha, és ezért fogadod el Isten igazságát, Jézust, hogy ő tesz téged igazságosá, olyanná, amilyennek lenne kell Istennek a sztenderdje, mércéje szerint. És aztán kezd el a szellemi harcot, és örülj a megbocsátásnak Jézusban. Jó, és mondom majd, fogom folytatni a Wim ezt a videóját, tehát szinkronizálom, és majd a kész lesz, ezt is ki fogom tenni nektek, hogy kicsit jobban megértsétek, hogy most mit csináltunk, de körülbelül elmagyaráztam, de ő nagyon szuperül biblikusan pontról pontra kifejti meg a bizonyságát, elmondja, hogy hogy jutottak el ezekre a dolgokra, nagyon fontos tanítás, ez nem csak sima démonűzés, ez már, ez már egy szinte főjebb van, ez a szellemi tusakodás a szellemiekben, jó? Amit az Efézus 6.12-ben elolvashatok, de óriási hatalmat kaptunk az úrtól, úgyhogy kegyelem, legyen rajtatok és békesség, hogy ezt meg tudjátok érteni, jó? Hogy föl tudjátok dolgozni. Kiereztem rátok Jézus nevében a, a megértés szellemét, hogy meggyökerezzetek a Krisztus szeretetében, az ő szentségében, hogy az atya küldje rátok a, az engedelmesség szellemét, hogy azzal támogasson titeket, a bölcsességet, az Isten félelmet, jó? És. És zavarjon el rólatok minden ponéroszt, ugye ilyen zűrzavart problémákat, Jézus nevében ezeket megkötözöm, és, és legyetek áldottak, fölszabadultak, mert megvan írva, hogy az Istenét ismerő nép felbátorodik és cselekszik. Úgyhogy hajrá, avatkozzunk be Jézus nevében, menjetek, tegyetek tanítványokká minden népeket, bemerítvén őket az Atya Szent -szem nevébe, személyébe, ugye víz egy szemszelem által és tanítsátok őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit az Úr Jézus parancsolt az első kiküldötteknek, jó? Az apostoloknak. És íme ő velünk van minden nap a világ végezetéig. Legyen sok-sok áldás sok-sok bátorítás, öröm, szeretet, kegyelem, alázat, egymás fölkarolása, jó? Ez az igazi egység, amikor Krisztusban vagyunk egy test. Úgyhogy áldás látok! Sziasztok!